Sziasztok, szeretettel üdvözöllek titeket, ez a Teremsdúrő Önmagad beszélgetés sorozat következő epizódja, és nagy örömmel osztom meg veletek a hírt, hogy újra itt van velünk Kun Szilvi, integrál szemléletű önismereti csoportvezető. Szia, Szilvi, köszönjük, hogy eljöttél. Szia, köszöntelek benneteket. Itt voltál egy előző alkalommal, és akkor az volt a beszélgetésünknek a címe, hogy a nő belső útja, és ebből készült egy online kurzus is. Aki még nem látta közületek, ide belinkeljük kommentben, fogadjátok nagy szeretettel, mind a beszélgetésünket, mind a kurzust, aminek egyébként hatalmas sikere lett, úgyhogy azért is köszönöm, hogy eljöttél újra. És folytatjuk ezt az egyébként nagyon nehéz témát, mert ez mondjuk úgy, ha finoman akarok fogalmazni, akkor használom azt, hogy barásfészek, mert hogy annyira nehezen lehet hozzányúlni, és a mai beszélgetésünk is előre bocsájtom, hogy hogy mondjuk úgy, hogy mélyen belemegyünk a témába, tehát biztos, hogy fel fog borzolni némelyeket azzal kapcsolatban, hogyha érintjük azt, hogy mi az, ami a nőhöz tartozik, mi az, ami a férfihez, vagy hogyan tudjuk definiálni az Amazon korszakot, és hogy mit lehet kezdeni ezzel, hogyan éljük meg, hogyan jöjjünk ki belőle, és hogy mi a férfi hibája, és mi az, ami nem a férfi hibája, vagy egyáltalán hibája bármi bárkinek, tehát ilyen témákat fogunk körüljárni. Mindjárt át is adom neked a szót, csak annyit hadd tegyek még hozzá, hogy nagy örömmel osztom meg veletek, hogy nem sokára jön szívének a könyve is, ami ugye ez a nőbelső útja címre hallgat és én már abba a szerencsés helyzetben vagyok, hogy előolvastam, úgyhogy szívből gratulálok, és nem véletlen, hogy más előolvasók közül volt, aki azt mondta, hogy a saját kurzusában a résztvevőknek kötelező olvasmányként be akarja tenni. Nagyon keveset lehet autentikusan olvasni, hallani arról, hogy a nők belső úton mi mennek keresztül, és hát én erről nem tudnék beszélni férfiként, úgyhogy nagyon örülök, Szilvi, hogy te ezt magadra vetted, és így a nő belső útjával ennyit foglalkozol. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy megint itt vagy, és hogy ezt a beszélgetést tudjuk mélyíteni, folytatni az Amazon korszakkal. Én is köszönöm a meghívást, és nagy öröm számomra is, hogy megoszthatom veletek mindazt, amit én is átmentem, szóval tényleg belülről autentikusan éltem meg mindazt, amiről itt beszélgetünk. Én szeretem is, ahogy beszélsz erről, mert te végigmeséled azt is, amikor megetted reggelire a férfiakat, vagy azt is, amikor a pénzkeresés volt a cél, amit mind a kettő ugye szervesen kapcsolódik ehhez a Amazon korszakhoz. De annyira nem szaladok előre, mert én készítettem egy jegyzetet abból, ami most már egy kicsit akkor azt is elárulom, bár későbbre terveztem, hogy lesz még egy online kurzus, ami ebben az a Amazon korszakkal foglalkozik, tehát ennek a témáit fogjuk most végven, és nekem úgy átküldted ennek a vázlatát, és hát döbbenetes, hogy milyen mély összefüggések vannak, akár abban is, hogy a szexuális életében egy nő mit tud megélni a szakmai életében, vagy az élet különböző területein, Sőt, még azt is behoztad, amiről hamarosan fogunk beszélgetni, hogy mi közel lehet a gyermekáldáshoz ennek a korszaknak. Úgyhogy nézzük is akkor egy erős felütéssel kezdve, hogy nem a férfi a hibás, hogy nem elég férfias, és hogy nem a nő a hibás, hogy elférfiasodott. Erről beszél nekünk szíve elsőként, kérlek. No, hát nekem nagy szenvedélyem az, hogy levegyem a, a hibáztatást egyrészt másikról is, mm. meg magamról is. Ma azt látom, hogy az Amazon, amikor belép ebbe a korszakába egy nő, akkor először azt kezdi el mondogatni, hogy nem vagytok elég férfiak. Nincsenek férfias férfiak vagy eltűntek a férfiak. Ez most tele van az internet. Ez tele van. És bezegén nő. Ugye? Bezegén már megfejlődtem, bezegén készen állok, bezegén én tudok teremteni, de nincs olyan férfi. Tehát ez az első korszak szerintem, amikor így elkezdjük ezt élni, és aztán a második korszak meg az lesz, hogy rájövök arra, hogy hoppáré, nem is biztos, hogy a férfi a hibás, mert lehet, hogy látok olyan férfiakat, csak ők nem látnak engem. De az lehet, vagy hogy beleragadok elmenekünk. az első fázisba a kettő közül, amit most mondtál, mert aki folyamatosan ezt szajkózza, amit az előbb elmondtál, akkor ő nem is fog tudni ráébredni erre. Tehát biztosan -e az, hogy átbillen valaki a másodikba, vagy van olyan, aki megreked az első? Én rá? azt gondolom, hogy ha elég nagy a szenvedésnyomás, akkor át fog billenni, mert ha elég nagy a szenvedésnyomás, hogy egyedül van, hogy megeszi a férfiakat, hogy mindig olyan gyenge férfiak jönnek, akik számára nem lesznek egy idő után érdekesek mert ugye megette őket reggelire. Én azt szoktam mondani ebben a korszakomban, hogy kétféle típusú férfi volt, az egyik, akit reggelire ettem, meg a másikat meg ebédre. <laughs> és nem is volt a látóteremben más férfi, hiszen más férfit nem vonzottam én, mint Amazon. Tehát ki ez a férfi, majd erről is beszélünk szerintem a későbben. Aki, tehát, ugye, a, aki ehhez, ehhez, ugye, a, a minőséghez nem az ehhez, hanem a minőséghez kapcsolódni. kapcsolódni. Igen. Igen. Jó, tehát hogy szerintem, ha elég nagy a szenvedésnyomás, és azért az, amikor egy Amazon megéli azt, hogy nincs az a férfi, és elkezd nagyon magányossá válni, akkor előbb-utóbb szerintem elmegy önismeretbe. Ez a szerencsés eset. Vagy legalábbis olvas olyan könyveket, vagy ilyen típusú előadásokat hallgat, és elkezd gyanúsá válni számára, hogy lehet, hogy nem is a külvilágban van a hiba. Képzeld el, hogy a te kurzusodnál is, ami egyébként a nő belső útja, nagyon nagy volt az érdeklődés a férfiak részéről, hogy lesz-e férfi párja, mert hogy ők is nyitottak lennének erre, és ez szerintem egy nagyon jó hír, Szilvi. Szuper jó hír. Abszolút. Hogy a férfiak is nyitnak. Igen. Tehát az első dolog, ha jól értem, akkor az, hogy az egymás, vagy akár a magunk hibáztatása helyett induljunk el megvizsgálni ezt, hogy hogyan tudunk ezen tovább fejlődni. Az, ezen az, előző úton. gondolatmenetet még folytatnám annyiban, hogy amikor azt mondom, hogy a férfi a hibás, és rájövök, hogy lehet, hogy bennem van a hiba, akkor viszont abba a hibába esünk, hogy utána elkezdjük magunkat bántani. Hát De hogy ez sem Oldalára. Igen. Szóval akkor rájövök, hogy hú, valamit én csinálok rosszul. Én emlékszem, hogy ebben a korszakomban így próbáltam visszahúzni az erőmet. És valahogy, ami persze nevetségesen hangzik, valahogy levágni az erőmet. De hát ezt nem tudom megtenni. És hogy azt látom most, hogy érdemes kimaxolnunk ezt a korszakunkat, mert igazából paradox módon akkor haladom meg, akkor tudok tovább lendülni. Minden nő életében kihagyhatatlan korszak az Amazon megélése. Tehát ez nem azt jelenti, hogy némelyeknél ez indokolt, vagy érdemes belereszkedni, mert én azt látom, egy kicsit, egy szimbólum jutott eszembe, és kimondom, hogy, hogy mit látok, hogy amikor valaki nagyon elemében van, ez nekem olyan, mint amikor a hattyú ringatózik a vizen és amikor ezt próbálja valahogy eltusolni, elnyomni magában, akár úgy, hogy te is mondtad, próbálja levágni az erejét, vagy éppen indokolatlanul mélyen menni ebbe, tehát úgy előre haladva, akkor ez nekem egy kicsit olyan, mintha az a bizonyos hatyú kimászna a vízből, és elkezdene versenyt futni a nyullal. Az már nem annyira harmonikus látvány. Tehát, hogy arra gondolok, hogy itt a, nagyon szeretem azt, hogy te beszélsz erről az előző videós kurzuson és a nő belső útja, hogy ezekbe ereszkedj bele, és ezeket autentikusan éld meg. Tehát, hogy az Amazon korszak is egy ilyen, egy kardinális része ennek a fejlődésnek, ennek a belső útnak, amennyire értettem ezt már az első kurzusból is, hogy kihagyhatatlan, tehát minden nő életében, nem csak néhányaknál. Tehát, hogy a hölgyként nézi most valaki, akkor azért érdemes, mert már vagy benne van, vagy jó esélye benne lesz. Ha pedig férfiként nézed, akkor azért biztatlak, hogy maradj velünk, mert én férfiként nagyon sok mindent megértettem a, a női minőséggel kapcsolatosan. Abszolút. Azért mondom, hogy kihagyhatatlan, mert ha belegondolsz, akkor évszázadokon keresztül ugye mi nők el voltunk nyomban, és mi inkább a követők voltunk, vagy a mellékszereplők úgymond, tehát áldozati minőségben voltunk a férfi mellett, vagy a férfi alatt, és hogy most eljött az a korszak, amikor nőként végre lehet Végre lehet a függetlenségemért menni, a szabadságomért menni. Végre megélhetem azt nőként, és ezért nagyon fontos ezt kimaxolni, hogy képes vagyok egyedül megállni a lábamon, és nincsen szükségem férfira. Szóval ezt elképesztően fontos megélni, mert egészen addig bele leszek ragadva. És nem csak azt megélni, hogy a férfira nincsen szükségem mint párra, mert hogy képes vagyok függetlenül is megállni a lábamon, hanem valahogy így ellene is menni annak, hogy így fellázadni az eddigi minták ellen. Mert nem csak a sajátomat lázadom itt, mint individuum, hanem lázadom azt is, amit anyám nem mert meglázadni. Generációkon. A nagyanyáim, az anyáim benne maradtak olyan kapcsolatokba, olyan helyzetekbe, munkákba, ami méltatlan volt. De ez a transgenerációs minta, ez azért erősen érezhető, és most én úgy érzem, hogy mondjuk úgy, sokszor, mint hogyha az inga a másik oldalára lengen át, nagyon tehát a ló másik oldalára, akkor meg egy olyan van, hogy fog meg a söröm, és akkor most mindent, amit évszázadok, évezredek alatt lenyeltünk, akkor ezt most megkapjátok ti. Abszolút. És akkor ráhányom a másik nemre. Ez történik, és szerintem itt van a veszély, hogy beleragadunk. És ugye én sokszor mondom azt, hogy ma, ami történik a férfi-nő között, az tulajdonképpen egy tettes-áldozat játszma, és annak a kiegyenlítődése zajlik. De az, hogy ez egy játszma marad-e, vagy kiegyenlítődik, és kijövünk a játszmából, az meg szerintem az egyéni felelősségünk és az egyéni tudatosságunkon múlik. Meg hát nyilván az önismeretünkön, mert akkor fogok tudni rálátni és kijönni valójában. És Az amazon minőség megélését azt ö, utaltál rá a kurzus jegyzetetben is, ami majd készül, hogy az élet minden területén érdemes kiélni megélni. Egy kicsit mesélj erről, hogy ez mit is jelent, mert ott, hogy belenézegettem, ott szerepelt az, hogy akár a pénzzel való viszony kapcsán, is ami ö, hát globálisan is azt látom, tisztelet a elenyésző kivételnek, hogy a magyar emberek többségének elég rossz a viszony a pénzzel, de ha ezt tovább akarom szűkíteni, a hölgyeknél talán még inkább így van, és az a kitettség, amire utaltál, azt rengetegszer látom, hogy mondjuk egy hölgy azért marad benne egy kapcsolatban, mert pénzügyileg függ a férfitól, és ezáltal marad egy elnyomott pozícióban, és hogyha az Amazonról beszélsz, akkor azt mondod, hogy igenis ott is jó, ha megéli a hölgy azt, hogy ő, ahogy te mondtad az előbb, hogy meg tud állni a saját lábán, és nincs ráutalva a másikra, mert utána fog tudni igazán jó kapcsolódni hozzá, vagy akár a szexuális életét tekintve, vagy a munkakarrier vonatkozásában. Tehát, hogy ezt is köszönöm, hogyha egy kicsit megosztod, kicsit belemegyünk, vagy mélyebben belemegyünk abba, hogy erre mit, mit kell érteni az alatt, hogy minden területen maxoljuk ki. Vagy maxoljátok ki. Igen, és én azért mondom, hogy maxolt ki, nem azért, hogy itt én harcos amazonokat... Ö képezzünk ki, hanem inkább azért mondom, mert hogy így tud, hogy azzal, hogy kimaxolod, azzal tudsz tulajdonképpen tovább lépni. Mm. Jó, tehát, hogy, és amikor azt mondom, hogy minden életterületen, az tényleg azt jelenti számomra, hogy azért is minden életterületen, mert ha valamilyen életterület lemarad, akkor még benne ragadok az Amazonban. Mm. És sok, sok olyan ismerősömet hallok, nő ismerőseimet, hogy ó, ő ezen már túl van. Mm. Csak ha túl lenne, akkor igazából már olyan férfi érkezne hozzá, aki nem, nem, tehát hogy érkezne hozzá a férfi. A nagybetűs férfi, inkább így mondom. És azt látom, hogy lehet, hogy bizonyos területeken túl van, de sokszor becsapjuk magunkat. Én is így voltam, mm -hmm. szóval azt hittem, hogy már megélem a Hogy minden. bizonyos életterületeken már... Már megéltem, okay. de még voltak lemaradások. Aha. És akkor mondok egy pár konkrétumot. Tehát, amit te említesz, hogy pénzügyileg, sokszor látom azt, hogy benne vannak nők egy párkapcsolatban, a férfi hozza a pénzt, de a nő kiéli a saját hobbiját, kiéli a szabadságát, függetlenségét más életterületeken, de a férfit pusolja, hogy még több pénzt meg ide akar menni, oda akar menni, és azt hiszi, hogy az Amazon téli. De valójában nem, mert pénzügyileg függ a férfitől. És azért nem azt éli, mert azt nem ő teremtette? Nem ő teremtette. Tehát, hogy nagyon fontos azt megélnem, hogy képes vagyok teremteni pénzügyileg is, és képes vagyok egyedül eltartani magam. És itt most nem azt mondom, hogy el kell válni, hogyha te most egy párkapcsolatban vagy, tehát véletlenül sem ezt, de hogy ott is meg, meg kell tudnom élni, hogy akár ha nincs a férfi, akkor is képes vagyok megteremteni azt az egzisztenciális biztonságot, ami számomra a biztonságot jelenti. És akkor ez nagyon fontos még. Hogy lehet, hogy neked, aki most ezt nézed, máshol van az a küszöb, ami a biztonságot adja, meg nekem máshol van, meg egy harmadiknak megint máshol van. Most pénzügyi értelemben? Most, akár mondod? pénzügyi Tehát a értelemben. Máshol van beállítva. De is. szerintem minden életterületen Tehát ez nem értelem. azt jelenti, ahogy én értelmezem, hogy akkor milliárdosnak kellene nőként ahhoz, hogy azt mutassam, ezt kimaxoltam, hanem azt, hogy megéltem azt, hogy én tudok teremteni. Igen. önerőmből, anélkül, hogy támaszkodnék egy férfira. Abszolút. Tehát, hogy bőséget tudok teremteni. és és karrierben ugyanez. Tehát lehet, hogy te abban éled meg a karriered csúcsát, hogy te osztályvezető vagy, vagy lehet, hogy abban, hogy saját céged van, és mm. si vagy, van és sikeres vagy benne. De nem biztos, hogy vállalkozóvá válsz És nem, nem, nem kell, hogy vállalkozóvá válj. Mm. Tehát én nem látok olyan amazon is, aki, aki szakmailag elismerést kap, mm. alkalmazott, és megélte, kipipálta ezt. Szóval igazából jól kell lakni azzal, hogy figyelnek rám, sikerem van, hatalmam van. Tehát még ide az életterületekhez ezt is ide akarom tenni, a szexualitás, mert szerintem ez egy nagyon nagy blokkunk, mert kulturálisan és transgenerációsan is hozzuk ezeket a hiedelmeket, hogy nőként nem élhetem meg szabadon a szexualitásomat, és hogy azt gondolom, hogy amazonként ezt is ki kell maxolnunk. Most, a, most a, azt mondom, hogy ez dominanciát jelenthet, arra gondolsz, hogy kiélem és kimakszom, és a, a hatalmat azt megélem az együttlétben is, vagy arra gondolsz, hogy, hogy átadhatom magam, mert én azt érzem, hogy az a generációs minta, ott ez mindig arról szólt, régen emlékszem, amikor a nagyszülőm is mondták, hazajött az ember. Tehát ugye ezt a múltkori beszélgetésnél is behoztuk, hogy, hogy akkor a férfi volt az ember, és hogy a nő akár a szexhajtásban is egy alárendelt viszonyban van mondjuk így, és uh, itt mire gondolsz, a, amikor azt mondod, hogy a kiélni, tehát hogy én is lehetek irányító, vagy, vagy, vagy más minőségre gondolsz? Inkább azt mondom, hogy kiélni a vágyaimat. A vágyaimat. És hogy gátlástalanul kiélni. Szóval azokat a titkos vágyaimat is kiélni, amire tényleg még szégyenkezve gondolok én is belül. Tehát nem azt élem meg, kizárólag, amit a férfi akar, hanem azt mondom, hogy nekem is vannak vágyaim, ezek pedig ez Sőt, elmegyek odáig, hogy van, hogy a férfit használom a szexuális vágyaim kiélésére. És nem kihasználom, most nem így mondom, tehát hogy így használom arra, hogy így a vágyaimat kiéljem általa, és lehet, hogy olyankor több férfi van az életemben. Egyébként nagyon sokszor az Amazon korszakban van, hogy nem is kapcsolódik az Amazonhoz férfi és majd erről is fogunk beszélni, hogy a férfiak ezt hogy élik meg. Nekem ez a következő okay. kérdésem, mert uh, utaltál arra, hogyha egy férfi Amazont választ párként, az sok mindent elárul róla. Mit? Uh -huh. No, szóval először is, így Amazonként először elmondom azt, hogy én azt láttam, hogy a férfiak messze elkerülnek. Ez volt az egyik. Menekülnek a férfiak, a férfiak. Vagy bizonyos férfiak? Szerintem bizonyos férfiak. Nyilván azok, akik a női és nőt keresik, a férfias férfiak. Tehát vagy elmenekül és elkerül, mert okay. ki akar ilyen nőt, aki ennyire férfi? Igen. Tehát nem fér mellém nem még egy férfi. Hozzá. Abszolút. A másik típusú férfi pedig csodál és imád. Hmm. És elkezd bemenni alám. És van egy harmadik típus egyébként, akivel pedig lehet, hogy létrejön párkapcsolat, de valójában olyan, mintha két férfi kapcsolódna, és egy folyamatos, most csúnyán mondom, faszméregetésben vagyunk. Mm, Tehát harcolnak hogy egy ki hoz igen. haza többet, mm -hmm. kinek milyen autója van, mm. ki az, aki Na ez egy dominancia tökösebb, harc. Igen. Ez egy dominancia harc, és egy folyamatos fighting van a, a kapcsolatban, mm. egy állandó küzdelem. Mm. És akkor a, a harmadik férfi tulajdonképpen az, aki csodál, imád, Alulról néz rám. Ez nem az a kategória, ami a viccbe is van, tudod, hogy szívem, nem látod a papucsomat, itt vagyok. <gül> <gül> így. És akkor meg ugye azt mondta, hogy drótból is különbet hajtogatok, tehát ezzel meg mit csináljatok? Nyilván akkor a szexuális vágy is kialszik, mert hát. És ezért nem így van teljesen, mert hogy Amazonként nagyon fontos megélnem azt, hogy imádat van. Imádnak, hogy csodálnak hódolnak, téged. hódolnak, csodálnak okay. engem, jól kell ezzel is laknom. Mm -hmm. És egy ponton, amikor jól lakom, akkor lesz az, hogy már nem kell itt globálisan is egy kicsit, ha előre szaradok, mert én azt értettem meg ebből az Amazon korszakból, hogyha nem akar egy nő benne ragadni, akkor maxolja ki, de már már-már gyomorrontást kap benne azokban a minőségekben, amire egyébként addig hiányt élt meg, és utána tud igazán kapcsolódni, ez lesz talán a kerete a mostani találkozásunknak, egy olyan férfihoz, aki hasonló fejlődésben jár, és tudnak egymással találkozni. Igen. Jó, tehát visszakanyarodva. Visszakanyarodva, ugye a férfira mit mondtam, erre nem válaszoltam. Szóval a férfi a nőben szerintem, amikor Amazon Amazonhoz kapcsolódik, akkor a pont ezt az erőt csodálja, és ehhez vonzódik. Mert ugye a férfiak, ti meg mit éltek meg ebben a korszakban, hogy állandóan keménynek és erősnek kellett lenni, ti meg ebbe fáradtatok el. És ilyenkor a férfi ugye inkább a női oldalát éli, és ellágyultok, nyílik a szívetek, érzékenyedtek, viszont hiányzik az erő. Tehát, hogy látok férfiakat, így elképesztő sok ötletük van, csak éppen nincs megvalósítva. Tehát, hogy ők az ábrándos lovagok, akik meg pont az Amazonban látják azt a minőséget, azt az erőt, ami belőlük hiányzik. És hogy így tud jól kapcsolódni egy Amazon, meg egy érzékeny férfi, most így mondom. Szilvi, hadd legyen egy konkrét kérdésem, mint férfi. Azt látom, nagyon sok férfi jár hozzám, ugye, a táborokba, és a többi, hogy ott, amikor a férfiak behozzák ezt, hogy elfáradt abban, hogy erősnek kell lennem, én vagyok a titán, és nem, nem lehetek gyenge, nem gyengülhetek el. És amikor annyira elfárad már, hogy ez így kibudjam belőle, hogy azt mondja, hogy elfáradtam, akkor valahogy más minőségben kapcsolódnak hozzá a nők, mert azt mondják, hogy wow, ebben erő van. Akkor hova van itt a különbség? Tehát a, a, most ugye azt mondtad, hogy az Amazonhoz tud kapcsolódni egy olyan férfi, aki mondjuk Elfáradt, uh -huh. és, és elvesztette átmenetileg az erejét, de hogyha ezt definiálja és beismeri, akkor ez meg sokszor szexi és vonzó tud lenni a nőknél. Tehát nem az, hogyha picog, hanem az, hogy azt beveri vallani, hogy, hogy most, most nincs erőm. Igen. Tehát a sebezhetőség felvállalása, ez szerintem mind a két oldalon nagyon vonzó és szexi lenni. De akkor lenni. ez ebben a periódusban Eben is? is. Okay. Igen, igen. Mert ugye a harmadik szint, amikor majd újra egymásra találunk, igen. ott viszont már ez. Egy alapérték, abszolút. hogy mind a ketten merünk sebezhetőek lenni, és Igen. lengedjük a falainkat. Igen, abszolút. És azért még azt is hozzáteszem, hogy van az a férfi, aki viszont nem állt még bele az erejébe, hanem eleve már azzal a mintával jön, hogy ő az elnyomott férfi mintát látta már az apjától is. Igen. És hogy ő az, aki, aki beszél arról, hogy miket szeretne, és ábrándozik erről, de valójában soha nem valósította meg az álmait. És hogy ő valójában soha nem kapcsolódott az erejéhez, hanem ő ezen az érzékenységével jön. Ha belegondolsz, ma, főleg az ezotérikus spirituális körökben, nagyon sok olyan férfi van, aki nyitja a szívét, de igazából még ő soha nem állt benne az erejében. Mm. És hogy hosszú hajat növesztenek, zenélnek, festenek, tehát vonzódnak a művészetek irányába, meditálnak, de valójában ő nem valósította meg magát még az életben. Ráz a hideg most, ahogy hallgatlak, mert közben meg arra gondolok, és eddig még ezt nem mondtam el, de ez egy trilógia lesz ez a mostani mm. beszélgetésünk, mert nem sokára bővülünk egy fővel a Jós István fog kapcsolódni hozzánk, aki mindig ugye a férfi oldalról közelít ehhez az egészet, és ugye te itt a nő belső útját, ő pedig a férfi oldaláról, és hogy az jut eszembe, hogy amikor ő a titán korszaknak hívja ezt az elsőt Igen. a férfinál, és mondja, hogy van, aki azt meg se éli, és valójában azt nem maxolja ki. És most igazából ugyanerről beszélt, és azért vagyok nagyon hálás, hogy jön majd az István, és hármasban beszélgetünk, mert ti eddig inkább csak névről vagy hírből ismertétek meg egymást, és most úgy örülök, hogy ezt így össze tudjuk hozni, ezt a beszélgetést, és ott akkor majd ő is hozzáteszi a saját oldalát férfi oldalról. Én meg a kettő között olyan szempontból vagyok, hogy ugye hallgatlak, olvaslak, téged is, hogy a nőkhöz egyfajta megértést is kaphassanak a férfiak, én is, kaphassunk férfiként, Egyébként ez a következő, amit felírtam, hogy ezzel lehetne szerintem bestseller csinálni. Használati útmutató a nőkhöz. Férfiként mit ne tegyél az Amazonnal, és, vagy mit tegyél és mit ne. Tehát, hogy ezt azért biztos, hogy be fogom hozni. Én úgy gondolom, Szilvi, hogy ez a mostani beszélgetés, ez jó, hogyha szól a férfiaknak is, hogy, hogy valamit mi is értsünk. Mert sokszor nem az egyet nem értés, hanem az egymás nem értésből vannak a konfliktusok. És az a kurzus, amit pedig készítesz, az, az úgyis leginkább a nőknek fog szólni, hogy hogy éljen meg az Amazon korszakát és hogy naragadjon benne. Bár én azt mondom az előző kurzusodat is látva és feldolgozva, hogy férfiként is érdemes ezekkel az anyagokkal ismerkedni, mert sokkal többet tudhatunk meg a másik nemről, ha nekünk fontos, hogy ebben partnerek lássunk, és hogy tudjunk kapcsolódni. Ami most ide elfér, azt köszönöm, hogyha annyit elmondasz, mondjuk úgy szinte felsorolás szinten, aztán majd úgy is a kurzuson jobban belemész, hogy az Amazon korszaknak a meghaladásának mik a feltételei? Szóval én azt látom, hogy amit ugye mondtam, hogy muszáj minden életterületen kimaxolnunk, mm. ez az egyik. Tehát, hogy el kell fáradnom ebbe. Én emlékszem a saját életemből arra a pontra, amikor az volt bennem, hogy elég volt. Kész. Ez a gyomorrontás, amikor már... A gyomorrontás, hogy már nem akarom tovább egyedül fenntartani azt, az, az egzistenciát, eltartani a gyerekeimet, mm. szóval, hogy így elfáradtam. Képes vagyok, tudom, hogy meg tudom csinálni, de már nincs kedvem. Értem. És elkezdek visszahúzódni. Mm. Szóval kell, hogy elfáradjak, de ugye ennek az a feltétele, hogy tényleg kimaxolom minden területen. És itt a területeket azt is gondolom, amiről beszéltünk, hogy pénzügyileg, szakmailag, szexuálisan, de ide teszem még azt is, hogy életmódban, hogy így megengedhessem azt, hogy odautazok azzal úgy, ahogy én akarok. Én döntök. Én döntök. Tehát, hogy ezt a fajta szabadságot is. Vagy azt, hogy a testemmel való kapcsolat hogy így lehet, hogy kigyúrom magamat nőként ezen a szinten, vagy olyan egészségesen táplálkozom, ahogy előtte így nem figyeltem a testemre. Tehát, hogy uralom a testemet, vagy, vagy olyan csinosan nézek ki, olyan esztétikai beavatkozásokat csinálok magam, szóval ez is rendben van Amazonként. És imádom a rajongást, ami felé ad, Ez, igen, elben, igen, igen. Tehát, hogy ez az első, hogy kimaxolom. A másik pedig a sebezhetőség, ami nekem egy nagy, nagy csomag, és ezen belül nekem két fontos dolog van a sebezhetőségem belül. Az egyik az az, hogy az Amazon az azért is lesz ilyen erős, és ugye egy kemény páncélt veszek magamra, és ezért van az, hogy megközelíthetetlen vagyok a férfi által, mert itt van ez a páncél. Az elfáradásban az is van, hogy én már vágyom arra, hogy beleomoljak egy erős férfi karjaiba, de ez a páncél, amit magamra növesztettem, rám zárult. És valójában én se tudok kijönni a páncélom alól. És itt az a páncél levetése, ez olyan könnyű kimondani, vagy olyan könnyen hangzik, hogy hát engedd le a páncélodat. De hozzám nőtt, belém ívódott, és már egy vagyok a páncélommal. Szóval igazából ezt így le kell robbantani, ami nem megy egyedül. És ezt nagyon fontos megérteni, sok Amazonnál azt látom, hogy ehelyett a robbantás helyett az történik, hogy elmegy női csoportokba, és tisztelt a kivételnek, ahol különböző úgymond ilyen istenős rituálékban vesz részt, és erre a páncélra, meg a véres kardra tulajdonképpen felvesz egy istennő ruhát, de az istennő ruha alatt ott van a véres kard. És valójában még nem rakta le az amazon minőséget, még nem vette le a páncélt, csak elkezdi tulajdonképpen nőnek festeni magát. És ez szerintem sokkal kártékonyabb, mert valójában ő sem tudatos arra, hogy még nem dolgoztál azt a dühöt, és a sebezhetőség kupacban nekem ez egy fontos pont, hogy ott nagyon sok dühöt hordozunk, és sokszor tudattalanul. És ez a dű, ez valahol az utat megtalálja magának. Vagy az lesz, hogy kifröcsögöm, és a férfit bántom bele. Ugye erre szoktam azt mondani, hogy kasztrálom a férfit. Erről is fogunk beszélni, rá a másikra igen, az egészet. Igen. Meg a fiamra. Tehát, hogy itt, amikor anya valaki ebben a korszakában, nagyon sokszor tudattalanul a saját fiára is megy ez a dű. Vagy pedig, ha nem megy ki ez a az még rosszabb, mert akkor elkezdem magam felé forgatni, tehát egy önbántásba, idővel. és egy idő után ugye betegség. Nagyon sokan nagy ügyeszteti is, ami is szerintem összefüggésben át, ezzel, hogy, hogy most akkor mennyire nyúlhatjuk, ringatózok, és akkor Igen. azt mondom, vagy, vagy a, a vértemre, próbálom a nőiességemet Abszult. rátenni, és az meg olyan, mintha ugye Igen. futnék a nyullal. Tehát, hogy mind a kettő elkerülendő ilyen szempontból. És én nem azt mondom, hogy itt, amikor azt mondom, hogy élt ki a dühödet, nem azt mondom, hogy a párodat kezd el még jobban ütni-verni, most így verbálisan mondom, Igen. bár hallottam már Fizikális olyan bántalmazó is. nőket is, akik tényleg megverték a párjukat, hanem azt mondom, hogy ezt hord el terápiába. Mm. Tehát, hogy muszáj, hogy ez valahol ez a düh ez kijöjjön, vagy vidd el, menj el küzdő Szóval tök van, hogyha ilyenkor elmégsz, és egy bogzsákot ütsz, versz, leüvöltöd. Szóval, hogy így ne a párodra tedd, mert az destruktíva a kapcsolat szempontjából. És ugye erről beszéltem, amikor azt mondom, hogy tettes áldozat dinamika van most, csak felcserélődött, felcserélődött, most a nők álltunk bele sokszor a tettes minőségbe, mm. és ragadunk bele a férfi meglement áldozatba. De hogy ebből fontos, hogy ki tudjunk jönni, rá tudjunk erre látni. Most a, a, düh mellett ugye a sebezhetőséget említetted, és hogyha a hagyma nézzük, vagy rétegét nézzük, akkor a düh alatt a félelem, a fájdalom van. Félelem, Tehát ilyenek fájdalom. Az elsírása, elsíratása is az, amit én ott féltek, nem ismerem megmutatni már magamból. Lehet, hogy részben azért, mert sokszor csalódtam, másrészt, mert ezt a mintát követem, mert ez volt az elfogadott. Tehát, hogy ott, ahogy megint csak olvastam ezt a készültél az online kurzus és átküldted nekem, ott a dű megélése, kiélése, kieresztése mellett a elsiratásról is fogsz beszélni, hogy ez hogyan érdemes, azért néhány gondolatot mondj, kérlek. Szóval a dű az igazából csak egy fedő fedőérzelem. A dű alatt mindig fájdalom van. És itt a dű, itt nem csak a saját dühöm, mert apám bántott, vagy a párjaim bántottak, vagy, vagy valamilyen autoritás bántott, aki férfi volt, hanem sokszor a transgenerációsan hozott düh is itt van, hogy anyámat bántották, elnyomták, nagyanyámat bántották, elnyomták, plusz még kollektívan is hozzuk. Tehát ugye, amit én mondok mindig, hogy kollektívan, ha ezt egy magasabb nézőpontból nézem, akkor itt az történt, hogy a nőket elnyomták sok évszázadon keresztül, és ennek a dühe, fájdalma és félelme jön ki itt most rajtunk keresztül, mert mi vagyunk szerintem az első generáció, ahol ez ki tud jönni vagy így merhet, merhetjük kiadni De ezt. De ebből adódóan most, mint egy gejzir úgy tör fel, hogy úgy is csap. <laughs> úgy is csap, igen. Mm. És hogy amit így mondtál is, hogy használati útmutató az Amazonhoz, hát férfiként mit tehetsz? Szóval, hogy ezzel a gejzérel azért nagyon nehéz egy bújni, mm. vagy egy háztartásban élni. És hogy férfiként szerintem az a legbölcsebb, hogyha te beleállsz a saját erődbe, és tényleg szereted azt az Amazont, és hogy egyszerűen egy leengedett kézzel állni abban, hogy ez a nő most itt fröcsög rád, és ontja ki, és hogy tudni azt, és talán ezért fontos hallgatnotok most férfiak, hogy, hogy itt a nő nem rád dühös, persze most te vagy ott mellette, és rád fogja kiöntani. Te vagy a projekciójának a tárgya. Abszolút, de... a vetítővászon vagy, de hogy valójában ott jön most minden az apja felé érzett dűm és fájdalom, akkor a régmúlt sebeknek a fájdalma és dühe, és tényleg alatta mindig fájdalom van, vagy félelem. És ez az, amit, hogyha el tudunk sírni mi nők, akkor azt úgy szoktam mondani, hogy egyszer leolvad a páncél. Porhanyósodunk. Csak hát férfiként azért tök nehéz a Amazonhoz közel kerülni. Egyrészt akkor ez a páncél, és tele van tüskékkel, Másrészt meg, hogy tényleg a nőből jönnek ki ezek a feltörő gejzirek, és hogy azt leengedett kézzel elbírni úgy, hogy te ne csapjál vissza, tehát hogy ne szúrjál vissza nekem, mert akkor ugye egy fighting lesz. De valahogy megvédeni kell magad. És egy barátom mondta nagyon szépen, hogy férfi, hogy ő azt tapasztalta, hogy elég csak annyira a magát, hogy ne halljon bele. És ez annyira szép, mert ha csak annyira véded magad, hogy ne hajj bele, és kibírod az én fröccsögésemet férfiként, akkor én nőként megnyugszom. Azért nagyon kell ide az a férfi oldal is, nagyon. a szinten. Tehát arra mondom, hogy azt, hogy ne domináljam vissza, és ne legyen Abszolút. ez a farok is, amire utaltál is, hogy akkor most én... Mert azt viszont te is említetted ebben az anyagban, hogy húz határokat férfiként. Igen. Tehát hogy azért oké, hogy állsz és, és elbírod, Igen. de amellett legyen az, hogy na most... Eddig, és nem tovább. Tehát, hogy ez a kettő között, ez az egyensúly a tézis-antitézis között, a szintézist megtalálni, ezt nem tanították nekünk az iskolában, sehol, soha senki nem tanította. Sőt, tisztelet szerintem annak a nagyon elenyésző kivételnek ilyen mintát sem láttunk, hogy ezt hogyan érdemes a szüleink esetében, sem a női mintát, amiről te most beszélsz, sem az, hogyha ez megtörténik, akkor férfiként ezzel mit kezdjek? Egy más minőség, tehát nem az a fajta együttállás, ami. A mesékben, a filmekben, na nem tudom, hogy hol van, hanem az egy olyan életszerű, amiben a fejlődésnél most itt tartunk. Egy olyan következő témát hadd hozzak be, Szilvi, hogy a, az Amazon korszakban való benne, ragadás, benne maradásnak milyen lehetséges következményei vannak, és ugye az erőtlen férfi mellett mondtál még jó pár dolgot is, hogy azt tud kapcsolódni, vagy a kontrollmánia, vagy különböző dolgok. De ami a, szerintem a mostani beszélgetésünkből a legnagyobb darásfészek lehet, ez pedig a gyermekáldás, hogy esetleg ez nem valósul meg, hogy nyilván nem kizárólag emiatt, vagy nem garantált, hogy a neked nem jön össze, te Amazon vagy, mert ugye ez a, ez egy torzítás lenne, de hogy arról beszélj kérlek, hogy mit tapasztalsz, hogy mennyire függhet össze ez. Uh -huh. Tehát, hogy amikor Amazon vagyok, akkor nagyon sok kiáradó energiám van. Nincs bizalom. Uh -huh. Tehát nem bízom igazából a férfiban és valójában nem tudom százszerzékosan odaadni magam. Tehát, hogy ez az önáltadás hiányzik, ami egy ugye eszenciális női minőség, és amikor én anya vagyok, hogy nekem van két gyerekem, tehát pontosan tudom, akkor tulajdonképpen annyira átadom magamat, a saját irányomat, célomat, mindent, tehát az egész napomat nem tudom megtervezni, tehát a kontroll nem nálam van. Tehát full önátadásban vagyok. Nekem ez volt a legnagyobb spirituális beavatás az életemben, az anyaság, mert hogy ott így, tehát hogy ők vezetnek. És ugye amikor az Amazonban vagyok, akkor ott a kontroll nálam van. Én fogom a gyeplőt. Tehát, hogy nagyon nehéz felvállalni az anyasságnak azt a minőségét, amikor amikor a gyerek az, aki, akiért én vagyok és szolgálom őt. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy nem vagyok abban az állapotban, hogy befogadjak. És ugye ahhoz, hogy megfogadjon a méhem energetikailag, Kell ez a fajta női minőség, hogy én önátadást is tudok gyakorolni, illetve a befogadást gyakorolni. Az Amazon korszaknak az egyik legnagyobb nehézsége, hogy nem tudok kérni és nem tudok elfogadni. Állandóan adok. Adok, miért adok? Kontrollban vagyok. Én vagyok fölül, én dominálok. És ezért nem is tudok egyébként, hiába vágyom erős férfira, aki megtart. Valójában nem tudom magam odaadni. És hogyha nem tudom odaadni magam, csapda. És közben a vágy meg ott van. Egy kicsit játszunk a szavakkal, Szilvi, hogy mennyire más fogalomról lehet szó, azt mondom, hogy önátadás, vagy önfeladás. Uh -huh. Mert én azt érzem, hogy ez sokszor a kettő így látszólag egybecsúszik, és akkor azt mondom, hogy magamat nem akarom feladni, Kontroll, inkább a majd én irányítok, nem kell senki, mert ugye itt az amazon korszakból benne ragadásnak az is egy lehetséges tünete, hogy nincs semmilyen párkapcsolat. Nem csak, hogy erőtlen nincs, nem csak, hogy farokméregetős, hanem elkerül. Mert nem akar, mert nem tud, mert nem a másik oldal kapcsolódni ehhez a minőséghez. de hogy kérlek, ez bogozzuk ki, hogy mennyire más az, amikor azt mondom, hogy önáltadás, mint az anyai minőségnél, amit említettél, vagy kapcsolódhat ez a párkapcsolati minőséghez, vagy ez önfeladás. Uh -huh. Ugye én azt gondolom, Nekem három ilyen nagy korszak van így a fejemben, mikor a női fejlődésről beszélek: hogy volt az áldozati nő, aki feladta magát. A férfiért, aki odaadta a karrierjét, az álmait, a gyereknevelését, tehát hogy feladtam az álmaimat, a vágyaimat. A következő szakaszban, az Amazon korszakomban pedig magamat választom, magamat teszem első helyre. Ugye ez pont az ellentéte az önfeladásnak. És amikor ezt a megéltem már, tehát átlendült a linga. linga. Tehát az inga, az inga a túloldalra, akkor történik meg az, hogy nem most már képes vagyok az önátadásra, mert az már nem önfeladás lesz, hanem már megtanultam, hogy van erőm, tudom használni, de már nem akarom. És hogy elkezdem tudni levetni a páncéjaimat, de hogy ezek tényleg rétegek, és ez egy hosszú folyamat. Nem is, hogy mondjam, van olyan nő, aki eljön egy négynapos workshopomra, Igen. és akkor azt hiszi, hogy akkor ő kipipálta. De hogy valójában kész. De hogy ez nem is egy év, hanem ez, ez évekről szól, amíg azt a sok-sok réteget meg tudom engedni, hogy leengedjem. És ott már valóban lehet önátadás, de nem adom fel magam. Mert azon a ponton, amikor azt érzem, hogy veszélybe kerülök, néha nem vagyok biztonságban, már ott van az erőm. Ugye ezt megdolgoztam már az Amazon korszakban. Bármikor tudok úgy dönteni, hogy újra visszaveszem az erőmet. Lehet ilyen egyébként, hogy valaki mondjuk úgy már megfejlődte ezt a, az időszakot, de utána valamilyen impulzus ér, hogy visszamegy ebbe az amazonra, jól működtem? Tehát azt ismerem. Abszolút. Sőt, én azt is gondolom, hogy lehet, hogy vannak olyan életterületek, amik, amikkel már meghaladtad az A is, igen. Igen. És van olyan, amiben még nem. Sőt, én azt is látom, hogy annyira egy átmenetben vagyunk, és most ugye beszélünk ezekről a szakaszokról, de valójában senki sem tisztán csak ezt vagy azt éli hanem én még magamon is sokszor láttam, hogy bemegyek a férfi alá. Sokszor ugye még az áldozati minőség van itt, mert annyira erősek a minták, tehát a kollektív minta, vagy a transgenerációs minta, amit láttam. És aztán vannak olyan életterületek, amikkel még az Amazon télem, és van olyan, amikben meg már az integrált női minőséget. Lehet az definiálni tapasztalatot szerint, hogy a nőknél milyen korban jön el ez az Amazon időszak, vagy ez teljesen szertágazó? Hát szerintem ez nagyon, nagyon függ attól is, hogy milyen mintát látott. Mert én azt látom például a saját lányomnál, ő 25 éves, hogy a 25 évesen Amazon. Mm -hmm. Ezt látta tőlem, ugye, fiatal egy, ö, kislányként, hogy én az Amazon télem, és ő ezt a mintát kapta már meg. Látom, hogy még valahol becsúszik a, az áldozati nőbe, de ugye a párjával szoktam néha diskurálni, és hát ott egyértelműen kiderül, a párja már mondta, hogy már várja a könyvemet, Aha, hogy jobban a lányomat. Jó, ja, hogy ő is elolvasra, azt hittem, hogy odaadja neki, hogy nézd, Ez kéne anya, anyukád most. Ja. Nem tudtam, hogy éled ezt a senki se lett a saját hazájában, de hogy anyaként most ezt láthatod a te fejlődésedet abban az időperiódusban. de hogy 25 éveset mondtál most, Igen. csak kíváncsi vagyok arra, hogy ez a kinyomás, vagy ez a belső ilyen szenvedésnyomás, ez mennyire függhet össze a nő, periódikus fejlődésében, mondjuk úgy az életközépi válság vagy változással, mert ugye ez egy viszonylag behatárolható, ott is vannak már csúszások ide-oda, de hogy ez, ez mennyire skálázható, vagy teljesen egyéni, én szerintem ez teljesen gyili, de azért azt látom, hogy a súlypontja az az életközepi válságnál inkább az van, hogy ott van az, amikor a nő jól lakik az Amazonnal. Uh -huh. Vagy ott van az, mert ugye ez mindenkinél más, amikor a nő felébred egy házasságból, hogy ő feláldoztott mondjuk húsz évet, gyerekeket nevelt, a férjét támogatta, és hol van ő. Mert nagyon sokszor az Amazon korszak akkor jön el, amikor ha fiatalon szült a nő, ami ugye most már, most már ritka... Akkor előtte nem élte meg. Előtte nem élte utána. meg. És kirepülnek a gyerekek, vagy nagyok lesznek a gyerekek, vagy elválnak, és belekényszerül abba, hogy ő magát tartsa el és függetlenné váljon, és akkor jön el az Amazon korszaka. De van olyan, akinek nincs gyereke, és már nagyon fiatalon elkezdi ezt az Amazon korszakot élni. És akkor ő viszont utána, tehát mondjuk úgy felcserélődnek ezek a folyamatok, utána tud esetleg megérkezni egy olyan kapcsolódásba, ahol már nincs igénye erre, amit Amazonként. Eh, még éhezik, mert ugye mindig a szomszéd fűje mindig zöldet. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy de jó neki ő már korán szült, és nem tudom micsoda, és akkor utána jönnek ki ezek a hiányok, amiket esetleg akkor nem élt meg, és ott van benne azért, hogy jó lenne az a rajongás, de hát én húsz évesen azt mondtam, hogy egy életre szól ez a kapcsolat, és nem nézek oda a férfiakra. Vagy, vagy, vagy fordítva, amikor valaki azt mondjuk, hogy jó sokáig egyedül van, és utána már egy olyan kapcsolat érkezik meg, mindenki a másikra áhítozik, hogy akkor most melyik lenne a jó, de hogy ilyen értemben akkor itt is elmondható, hogy nincsen egységes minta, hanem mindenkinél ez a fejlődés. Azért jó ez az a kurzus, meg ez a beszélgetés is szerintem, mert itt inkább csak nem egy klisé, nem az, hogy mindenkinek így van, hanem mindenki a saját fejlődését, saját szakaszát fedezheti fel, hogy ő éppen mennyire van benne ebben az Amazonban, vagy még előtt áll, vagy már kifelé jön ebből. Én arra gondoltam, Szilvi, hogy itt a ez az elfáradás, amire utaltál, csak hogy értető legyen, mert nem tudom, hogy használom ezt a gyomorrontást, hogy mindenki ugyanazt érti, -e. tehát azért szoktam mondani, hogy én imádom a töltött káposztát, de hogyha minden nap azt kéne ennem, akkor besokalnék, tehát akkor egy gyomorrontásom lenne. És így értettem azt is, hogyha mondjuk egy nő vágyik arra, hogy, hogy csodálják, imádják, rajongjanak érte, egy idő után ez már kevés lehet, és így értettem a gyomorrontást, hogy csak gondoltam egy kommentet hozzá, hogy ez az elfáradása, ugyan te sokkal szebben mondod, mint a gyomorrontás, mert találóbb, hogy hogy kész, elég volt ebből, hogy ebben az elfáradás vagy kimaxolás utána e, hogyan, hogyan e, meg a sebezhetőség, amit a másikat mondtad. Tehát, hogy az Amazonnak a meghaladásának a főbb lépső amiket nyilván majd úgy is kifejtesz az online kurzuson, de hogy ezekről akkor jól értettem, akkor az első az az, hogy igenis belereszkedjek, e, kimaxoljam és Elmerjem, em, belemerjek ereszkenni és elfáradjak benne. Hogyan tovább? Igen. És akkor az elfáradhoz még rakok hozzá egy szót, a gyomorrontásod helyett, mm. hogy jól kell laknom vele. Ez még jobb igen. Mert hogy üres, tehát hogy üres a tankom, igazából már kislányként üres a tankom, hogy így érezzem a szüleimtől azt, hogy elég értékes vagyok, mm. hogy, hogy csodálnak engem. Tehát, hogy már ott üres a tankom, igazából ezt kislányként is hozom, mm. nem csak nőként, kollektívan. Tehát, hogy jól kell laknom azzal, hogy csodálnak, hogy, hogy hódolnak, hogy irányíthatók, hogy független vagyok. Tehát ez a jól lakás mindennel, a szabadsággal, hogy megengedhetem magamnak, hogy így tényleg így a vágyaimat tudni megélni. Mert előtte ugye főleg így a, a szüleim mintája alapján éltem. És aztán itt ebben a korszakban jön az, hogy a vágyaimat kiélem. És azért mondom ezt a jól lakást jobban, mint a gyomorrontást, hogy itt a vágyaimat ki kell élnem, és amikor kiéltem, kimaxoltam, pipa, azt egyszerűen belülről fogom érezni. Tehát annak sincs egy időtáv, hanem azt mondom, hogy És ez nagyon egyedi. Igen, igen, abszolút. Itt a felsorolásban, amikor arról beszélünk, hogy az Amazonnak a, a kiélése, ott van egy olyan is, ami nagyon erős lett, és megint csak darásfészek, sok néző számára meglátásom szerint, vagy lehet darásfészek, ez a meghajolni a férfi mm. előtt. Ja, el erre akarsz kiukadni. Szóval, hogy én azt gondolom, amikor a sebezhetőségünkkel dolgozunk, már jól laktam az Amazon különböző életterületén, sebezhetőség, ugye ott mondtam azt, hogy a dühöt megélni, alatta kapcsolódni ahhoz a fájdalomhoz, amihez addig nem tudtam a páncélom Igen. miatt. Elsírni és... Elsírni, el... és valójában ott van a valódi megbocsátás a férfi felé. És lehet, hogy először nem a megbocsátás jön hanem először csak az elfogadás, hogy férfiként te ezt tudtad tenni. Vagy először, hogy régebben is fogalmaztál az előző beszélgetésünkben, hogy valódi megbocsátás indulatok nélkül Igen. lehetetlen, tehát hogy ezt a dühöt akkor is, tehát ezek a Bocsánat, így fogalmazok, de ezek a spirituális megbocsájtásoknál ott az, hogyha nincsen megdolgozva az, hogy ez a düh kijöjjön, ahogy mondtad, a páncélra veszem át rá. Át égni a dühön. Így hogy a kiút az az átút, tehát hogy olyan értelemben ott akkor igenis azt meg kell, és utána pedig ez az, az, amikor elfogadás szintre jutok, azt mondom, hogy ezt tudta adni. Ennyit. Ezt tudta adni. És ez az első lépés a dű és a fájdalom elsírása után, hogy elfogadom, látom, hogy ő erre volt képes, vagy látom egy magasabb nézőpontból, hogy mit csinálunk, hogy mindketten voltunk már tettes és áldozat is, és az elfogadás után tud jönni egy megbocsátás, de hogy azt szoktam mondani, hogy ha nem jön megbocsátás, ne erről tesz csak azért, mert most ezt hallott tőlem. Szóval, hogy így először az elfogadás jön, aztán a megbocsátás jön, és amikor ez is megtörténik, akkor meg tudok hajolni úgymond a férfi előtt. Mert látom, hogy ő is csak egy áldozat mert hogy őt is arra nevelték, hogy nem sírhat, hogy keménynek kell lennie, és hogy valahol kijött ez az agresszió. Valójában a férfi is egy csapdába került. Abszolút. A én. minták csődje, azok, amiket látott a tehetetlenség, eszköztelenség, és ezt mondjuk agresszióval élte meg. Szerettem azt is, amikor arról beszéltél, hogy ugye mi férfiként nem akarunk bántani. Tehát én ne, nem akar a férfi bántani, de van, amikor így sikerül. Én. És erre, amit mondasz, ez a fajta megértés, segíthet abban, hogy tudjunk újra közeledni egymáshoz, meg kijönni ebből a tettes áldozat dinamikából, mm. és hogy férfiként meg neked fontos tudnod, hogy amikor én az Amazon korszakomat élem, én sem akarok bántani. Mm. Sőt, ugye nagyon sokszor az van, hogy így fröcsök ki belőlem ez a sok indulat, amit sokszor nem is tudok, hogy így, honnan jön, és úgy utána meg a nőnek bűntudata van. Én ezt nagyon sokszor megértem, és utána elkezdek kompenzálni a férfi felé. Ez, amikor keresél helyét, nem? Hogy így akkor ide csap, csap, és akkor ebből van a gejzír, amikor így kontrollátlanul kijön, utána meg hó, vissza, és amit te is mondtad, lehet, hogy még akár alá is mész utána megint egy időre. És azért ide csap, csap, mert hogy tudattalanul ezt hordozzuk. És néha benyom a férfi olyan trigger pontokat, ami, ami, meghívja ezt a, ezt a dühöt, meg ezt, amikor így kicsapódik, de utána ugye így nézek, hogy ki csinálta ezt bennem. Ki volt ez? Ki volt ez? Ja, és hogy ilyenkor fontos férfiként is tudni, hogy az Amazonnak fontos tudni elviselni ezt, ezt a fajta fröcsögését, de amit ugye mondtam, hogy nagyon jó, hogyha férfiként határ tudsz húzni, és tulajdonképpen egy kicsit olyan, mintha hogyha így megfognád az Amazont, és így megráznád, hogy na ennél tovább nem. Mm. És ezt tudjátok, hogy miért, már férfiak, hogy miért jó ez? Mert ilyenkor Amazonként egy egyszer csak így oda nézek, Megnyugszol, szóval, hogy no. hó, itt van egy férfi. Mm. Mert igazából ezt, ezt keresem. Igen. Az a szimbólum nekem nagyon kedves, hogy a, a férfi a meder, mm. és a nő az, aki kitölti ezt a medret, a folyó az áramláson micsoda. és ez, ez nekem most beugrott, hogy mondtad ezt, hogy amikor a határt meghúzom, akkor azt mondom, hogy ez a meder, ebben Igen. mozgunk. Abszolút. És itt viszont úgy áramlassza, hogy Igen. neked kedves. Igen, de azért a nő egy vadfolyó folyó még ebben a korszakában. Szóval, hogy így próbálkozik, hogy hol is van ennek a medernek a határa és hogy ezt próbál onnan kitörni. És ez az, amit bírni kell. És ezt kell bírni, hogy tartani a medret. Igen. Igen. Szilvi, gyere még! Javán. Nagyon jó veled beszélgetni, és nagyon-nagyon fontos az üzenet, amit képviselsz, és nekem nagyon autentikus vagy. Egy személyes élménnyel kerekítem le a mostani beszélgetésünket, hogy ugye én csoportban is voltam nálad, meg leszek is, és nagyon jó érezni azt, hogy te tényleg autentikus vagy ebben. Tehát legyen szó arról, hogy a női finomság, meg az is a határhúzás, amikor ott van, tehát hogy kimaxoltad azt az Amazont, amiben ezeket megélhetted, és most ez a helyére integrálódott, és ezt nagyon jó megélni. Tehát ezt így csoporttaként is, meg csoportvezetőként is látni azt, hogy te ezt milyen szépen viszed, hogy le a kalappal, és köszönöm, hogy megint itt voltál, és nektek pedig a jó hírt ismétlem meg, hogy a Szilvi hamarosan készíti az új online kurzusát, ami az Amazon korszakról fog szólni. Ezt be fogjuk tenni ide a videó alá is kommentbe, illetve ha követsz minket, feliratkozz itt a YouTube csatornára és egyéb platformokon, akkor eljut hozzád a híre, amit fogadjatok meg szeretettel. Ahogy a beszélgetés elején említettem, az előző alkalmi az előző alkalomnak a linkjét is betettük ide kommentben, azt is nézzétek, fogadjátok szeretettel. És hát akkor hamarosan, most tartunk egy technikai szünetet, jön hozzánk István Jós, István, és akkor hárman fogjuk folytatni a beszélgetést, amit szintén nagy szeretettel ajánlunk nektek. Szilvi, köszönöm, hogy itt vagy. Várjuk a könyvedet, várjuk az online kurzusodat, és várjuk ezeket a nagyon fontos és mély üzeneteket, amit a nők számára hordozol. Én is köszönöm, meg a figyelmeteket is. Köszönjük, sziasztok! Köszönjük.